sziasztok! A nevem Tóth Erik, és ma itt vagyok ebben a videóban, mint egy CrossFit edző, és volt CrossFit atléta. Azért vagyok ma itt, hogy elmondjam a tippeimet a CrossFit Open 21.1-hez, ami az első feladat a 2021-es CrossFit Games Openből. A feladat az 1, 3, 6, 9, 15 és 21 wall walk, és 10, 30, 60, 90, 150 és 210 dupla ugrás, egy 15 perces timecap-pel. És menjünk is egyenesen a dologra. Első pont, ne félj attól, hogy hibázni fogsz a duplán. Pont úgy fog menni a dupla, amennyire az elmúlt időszakban, egy évben, öt évben, tíz évben, amióta crossfitezel, a duplákat begyakoroltad. Ha eddig nem mentek, nem fognak menni masé, ha eddig jól mentek, akkor fognak menni jól. Mindenki csinálhat hibát, ha csinálsz hibát, akkor lépd át a kötelet, és gyerünk tovább. Nem hajunk előre, nem leszünk mérgesebb, nem dobáljuk a kötelet, mert ez minden csak egy fontos-fontos időt vesz el, és reppeket a végére edzésnek. Második pont, nem fontos hagyományos RX fekvőtámaszokat csinálni. Nincs sehol beírva a rulebookba, hogy fekvőtámaszokat kell csinálni. Úgyhogy én azt javaslom, és megnézheted az a videómban, ami rajta van a YouTube channelemen, mert felraktam a videót, ahogy én már reggel megcsináltam a Opent, hogy tudjak minél több tapasztalatot átadni nektek, és akkor nem csináltam fekvőtámaszokat, hanem az úgynevezett könnyebb, én nem szeretem ezt a szót, de mondjuk, hogy női fekvőtámaszokat csináltam, téden keresztül, ne fárasztam a vállamat. A feladat az, hogy amikor wall climbot, wall walkot csinálsz, akkor a kezed legyen a csíkon, amíg nincs a lábad a falon. Ha a lábad a falon van, akkor még muszíthatod a kezedet. Nincs megírva, hogy amíg a kéz a földön van, mit kell csinálni. Úgyhogy úgy felmászhatsz arra a falra, ahogy csak akarsz, és sokkal effektívebb felmászni a téden keresztül. Ez egy tipp, megnézheted a videóba, hidd el, sokat fog számítani. A következő lépés, próbálj nagy lépéseket lépni a kezeddel. Nagy lépés, nagy lépés, nagy lépés. Minél kevesebb lépés, annál effektívebb leszel. A nagy szettek azt jelenti, hogy a fejben próbálj magadnak kitűzni célokat, úgyhogy az biztos kellemetlen lesz ez a wall climb, de próbáld azt csinálni, hogy nem kitűzöd magadnak, hogy a következő 3 után fogok csak megállni, 5 után fogok csak megállni, 10 után fogok csak megállni. Tűz ki magadnak a saját képességeid alapján. Én nekem például az volt a 15-ösbe, hogy nem fogok megállni, amíg nem csinálom meg a 10-et, és utána kirázom a kezemet, és akkor mentem, és mentem, és mentem. Ez neked lehet 5, ez neked lehet 3, de ne álljál még minden egyes ismétlés után. Az a feladat, hogy mozogjál, move, mert minél többet fekszel a földön a ismétlések között, annál több időt fogsz feszíteni, és ott fog elszállni ez a workout. Negyedik pont, hidd el, és készülj arra fel, hogy ez egy kellemetlen workout lesz, ez egy open workout. Castro szerintem egy geniális crossfit programozó, aki ki tudja hozni a maximumot a minimumból a mai open alapján is. Számolj bele, hogy kellemetlenek lesznek főleg a wall climbok. Nem fog az történni, hogy olyan kellemes lesz az egyes, mint a 9-es, vagy a 15-ös. Készülj fel rá, és annak ellenére hidd el, hogy mehetsz tovább. Fáj a váll, fent a pulzus, mehetsz tovább. Nem kell feküdni, mehetsz tovább. A utolsó pont, nagyon fontos, élvezzétek ezt a Opent. Élvezzétek ezt a Opent, mint minden más Opent. Arról van szó, tök király rajta lenni a leaderboardon, tök király megverni a legjobb barátodat, vagy valaki más a teremből, de a végeredmény arról szól a Open, hogy élvezzük. Azért csináljuk a crossfitet, hogy élvezzük. Ne felejtsétek el élvezni, és ha akarjátok, ha úgy érzitek, hogy újra akarjátok csinálni a boddot a mai edzés után,
akkor várjátok legalább 48 órát, és próbáljátok neki menni újra, de ne stresszeljétek túl, mert nem éri meg. Minden egyes vodot az a héten, az évben, akár legyen az open, vagy egy hagyományos péntek, vagy kedd, vagy bármi, azért csináljuk, hogy fittebbek legyünk. És ha ezt elérjük, akkor már királyság van. Úgyhogy ne felejtsétek, grind smart a mai vodban is, mindent bele, és ha megosztatok velem az eredményeket, csak nagyon-nagyon örülni fogok, és ha ez a videó segít ahhoz, hogy valakinek egy ismétlés, vagy egy másodpercet hozzon a CrossFit Open 21.1-be, akkor én már nagyon boldog leszek. Ez a munkám, erről van szó. Hello!